Köszöntöm Önöket, a Kaleidoszkópot látják! Mai adásunkban az adventi fellépések és koncertek kapcsán Lui bűvésszel, Petruska András énekessel, valamint Buda Gáborral, az Alma Együttes alapítójával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Lui bűvész a következő percekben az adventi programok alkalmával fellépő kollégájának műsorával kapcsolatban említ meg érdekes információkat, majd elárulja, milyen is a bűvészek világa egy varázslatokkal teli életben. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Luit, a bűvészt. Üdvözlöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és köszöntöm a televízió nézőket. Arra kérném, hogy beszélgetésünket kezdjük az adventi fellépéssel, hiszen december 21-én az egyik kedves kollégája, Atus Bohóc lép majd fel a közönség előtt. Mivel készülnek, mire számíthatunk? Az érdekesség a műsorának talán az Atus Bohócnak, hogy hát egyrészt az, hogy már visszatérő vendége az adventi forgatagnak vagy a programsorozatnak, és nagyon közkedvelt a gyerekek és a családok körében, ugyanis azt tudni kell róla, hogy ő egyébként itt a kerületi játszóházban is nagyon sokat szokott szerepelni különböző születésnapi zsúrokon, úgyhogy már egy ilyen kis mag kialakult köré, egy rajongói kör, akik követik és mindig keresik, hogy hol lesz következő fellépése, és itt az adventi forgatagban is találkozhatnak vele a gyerekek vagy a családok. Nagyon különleges műsorral készül, és talán amit kiemelnék a műsorával kapcsolatban, amellett, hogy látványos, humoros és izgalmas, tehát nyilván ezek kellenek egy igazi Bohóc műsorhoz, amellett interaktív, tehát nagyon fontos, hogy aki ellátogat a fellépésre, vagy megnézze az ő műsorát, mindenképpen részese lehet azoknak a Bohóc tréfáknak vagy bűvész trükköknek, amiket ő bemutat, úgyhogy valószínűleg nagyon sok gyerkőc és akár még felnőtt is segítkezhet a mutatványokban és fölmehet hozzá a színpadra és együtt csinálhatják ezeket a látványos dolgokat. Akkor nagyon színes lesz a produkció, de hogyan telt egyébként az Önök esztendeje? Milyen volt 2019? Évről évre egyre jobb, és nyilván ez annak köszönhető, hogy nagyon sokan ismerik meg a produkcióinkat, és egyre több felkérésünk van. Ha most decemberről kell beszélnem, akkor inkább azt mondanám, hogy ez igazából nekünk a fő szezon, és ebben az időszakban van az a megkeresési szám, ami egy laikus embernek teljesíthetetlennek tűnhet. Én jelenleg ilyen 90 fellépésnél járok, amit kizárólag a decemberi időszakra kötöttek le. Ebbe természetesen a gyerekműsorok kezdve a felnőtt látványos programokig minden megtalálható. Nyilván van egy csipet csapat, akivel én együtt dolgozom, ebben van bűvész, bohóc, zsonglőr. Sajnos nem tudok mindenhova én sem eljutni, és ebben az esetben jönnek a kollégák, vagyis ők látják el ezeket a fellépési feladatokat. Nyilván ugyanolyan színvonalasan és ugyanolyan minőségben szórakoztatják a közönséget. Ha az év többi hónapjáról kell beszélnem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a 2019-es év egy nagyon jó volt számunkra, és egy nagyon jó évet zárunk. Ez többek között abban is megmutatkozik, hogy rengeteg olyan új ötletet tudtunk létrehozni, amely még a tavalyi évben csak terv volt. Itt a kerületi játszóházban egyébként bűvésztábor is volt idén. Ezt már harmadik alkalommal csináltuk, és az a jó benne, hogy évről évre egyre több gyerkőc látogat el a kerületből is, valamint vidéki nagyvárosokból is. Tehát én úgy veszem észre, hogy ez egy hatalmas nagy ugrás nekünk, hogy be tudunk vonzani a kerületünkben, vagy a kerületünket meg tudjuk ismertetni olyan gyerkőcökkel is, akik nem kimondottan kerületiek, hanem vidéki, sőt külföldi országból is érkeztek a bűvésztáborba. Ennek tervezik esetleg folytatását a jövő évben is? Abszolút, igen. Hát első évben egy ilyen alkalom volt, ez egyébként azért érdekes az a bűvésztábor, mert ez ott alvós volt, tehát a játszásban éjszaka is ott voltak a gyerekek, és egy nagyon izgalmas
izgalmas, ilyen mindenféle dolga elütjük az időt, bűvész műsor vetít. Nyilván pihenni is kell a gyerekeknek, de tényleg izgalmas dolog egy játszásban, amikor lekapcsolódik a villany, és a sötétben szinte még hallani a játékok ropogását, mintha ez egy ilyen, mint az Éjszaka Múzeumban című film jut eszem, hogy akkor előkerül a varázslat, és tényleg egy izgalmas napot tölthetnek ott a gyerekek. Első évben egy alkalom, most már ott tartunk, hogy a 2020-as évben 4 ilyen alkalmat szeretnénk a nyár folyamán. Természetesen weboldalon mindenki mindent megtalál ezzel kapcsolatban. Egyébként egy napja egy bűvésznek hogyan tevődik össze? Gondolok most független attól, hogy éppen karácsonyi szezon vagy nyári időszak, de hogy hogyan szokott kinézni egy napjuk? Azt semmiképp nem mondanám, hogy átlagosan éljük életünket, hiszen a hétköznapok azzal telnek, hogy különböző fellépésekre, tehát a hétvégi fellépésekre általában, tehát ha nem a decembert vesszük, hanem az év többi hónapját, akkor általában egy bűvész átlagosan péntektől vasárnapig, tehát a hétvégi 3 napban szórakoztatja a közönséget. Ezekre való felkészülést csinálja a hétköznapokon, gyakorlunk, tehát hiába 25 éve bűvészkedem, mindig frissül a bűvészet, és mindig jönnek új mutatványok, új fogások, amiket próbálunk, gyakorolunk, készülünk rá. Én egyébként eszközöket is készítek a bűvészkedéshez, tehát azt lehet mondani, hogy azokat az eszközöket, amit én a fellépéseken használok, annak kb. A 80%-át én is gyártom, és ugye hát nyilván ez elég sok időt vesz el fúrni, faragni, készíteni, megtervezni. Ezen kívül koreográfia, zenekészítés, az országban egyedüli produkcióval rendelkezem, ugyanis tematikus bűvészműsorokat készítünk, ami azt jelenti, hogy amikor mi a színpadon vagyunk, akkor egy ilyen fél órába bezsúfolva egy komplett sót lát a közönség, ez lehet mondjuk James Bond tematikájú, vagy esetleg éppen egy ilyen karácsonyi forgatag, tehát egy ilyen kis filmet látnak, és egy ilyen kerek egészet kapnak, van Las Vegas-i műsorunk, tehát nagyon színes, és ezekre nyilván koreográfia, díszlet, öltözékben, jelmezben is hozzuk ezt a formát, úgyhogy elég sok dolgunk van. Hát akkor nagyon sok rétű igazából az önök munkája. Említette ugye a gyakorlást, így még akár 25 év távlatából is, hogyha esetleg valami új trükk van megszületőben, akkor az mennyi időt vesz igénybe azt azért így elsajátítani, és úgy tényleg megtanulni? Hát nyilván fogástól függ meg, hogy mennyire igényli a bűvész kezét, vagy mennyire kéztörős a mutatvány. Az nagyon fontos, hogy csak úgy mutassuk be egy trükköt a színpadon, hogy ott igazából zéróra csökkentsük a rontás veszélyt. Nyilván én is öregszem, és már nagyon sok olyan fogás van, amire képtelen vagyok megtanulni, és előadni, jönnek a fiatalok, csinálják ők, de azért még mindig a mai napig nagyon sok trükk megtetszik, amit szeretnék én is bemutatni, és ahhoz azért nagyon sok gyakorlás kell. Abban az esetben, hogyha akár táborokat tartanak, gondolom a gyermekek nagyon érdeklődőek, így a titkok és a trükkök kapcsán. Ilyenkor valamit elárulnak azért, vagy a varázslat érdekében nem feltétlenül? Természetesen a bűvésztábor első körben arról szól, hogy megtanítsuk 2 nap alatt a gyerekeket a bűvészet alapjaira. Ez egy kedvcsináló tábor, tehát azt semmiképpen nem ígérjük, hogy 2 nap után mindenkiből David Copperfield vagy Rodolfo fog válni. A nagyon fontosnak érezzük azt, és ez egy tapasztalat egyébként, hogy a gyerekeket így a fellépésem kapcsán, amikor éppen megcsinálok egy gyerekműsort, és utána oda rohannak hozzám, hogy hú, bűvész bácsi, ezt hogy csináltad, vagy elárulnád a mutatványod titkát. És a tapasztalatunk az, hogyha abban a pillanatban valamelyik gyerkőccel megosztjuk a mutatvány titkát, onnantól kezdve nem érdekli az egész. Tehát elmondjuk a titkot, egy álmot, egy varázs törünk össze a gyerkőcben, úgyhogy ezért óvatosan bánunk a bűvésztáborban is a gyerekekkel, hogy effektíven nem az van, hogy leülnek és 56 trükköt elárulunk, és gyorsan elmutogatjuk, hogy van, mert a bűvészetbe bele kell szeretni, a bűvészetnek nem a lényege nem az, hogy megtudjuk a titkokat, hanem hogy ez egy nagyon jó játék legyen egymással, és gyakoroljunk, mindenki bemutathassa a másiknak az ügyességét. Nyilván olyan trükköket válogatunk össze egy ilyen bűvésztáborban, amiben hamar siker élménye van a gyerkőcnek, és tényleg egyből elő tudja adni, hogy inkább ezt az oldalát szeretnénk megszerettetni velük, hogy a bűvészkedés egy nagyon jó játék, főleg, hogyha szórakoztatni is tudjuk úgy vele majd
közönséget, vagy esetleg a gyerkőcök, a barátaikat, szüleiket. Tehát akkor fontos, hogy az érdeklődés az mindenképpen fönnmaradjon. Igen. A beszélgetés végén még a jövő esztendőről hadd kérdezzem, hogy lesz esetleg olyan nagyobb esemény, amelyre mindenképpen érdemes lesz majd elmenni, akár a gyermekeknek, és akár a szülőknek egyaránt. Művésztábor mindenképp, hogy említettem is, 4 alkalommal. Erre már egyébként lehet jelentkezni ezen az oldalon, ami kimondottan művésztáborral foglalkozik. Én tervezek egy saját sót itt a kerületbe. Próbálkozásaink voltak, és hál' Istennek telt házzal mutattuk be ezeket a műsorainkat. Volt Varázslatos Karácsony című műsor, bizonyára emlékeznek rá a televíziónézők, amikor egy ilyen, még a Mikulás bácsi is megjelent, és 3 kollégámmal különböző mutatványokat nyilván ünnepi köntösben adtunk elő a kerületi művelődési házban. Volt varázsó idén, amikor szintén 3 kollégával különböző karakterek mutatták meg varázslataikat a színpadon, de hálás vagyok azért, hogy nagyon sok levelet kapok a gyerekektől és a szülőktől, hogy szeretnének egy picit hosszabban látni a produkcióimat, és effektíve Louis Bűvész szeretnék nagyon, nagyon látni, és abban a gyerekek is nagyon szeretnek szerepelni az én műsoraimban, és tervezzük ezt, hogy jövőre kimondott a Louis Bűvész show-ja lesz, tehát egy ilyen saját show jellegű műsort szeretnénk készíteni. Kívánok akkor a továbbiakra is minden jót, és köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Petruska András rendszeres fellépője az Advent Rákos Mentén programsorozatnak. A következő percekben az énekes idei esztendeiről, nemrég megjelent 3. albumáról és a karácsonyi koncertjéről is beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Petruska András énekest. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, üdvözlöm a nézőket! Kezdjük egy kicsit távolabbról a beszélgetést. 2014-ben a Metropolita, majd 16-ban a Kapunyító albumod jelent meg, és idén volt egy újabb nagy feladatotok, amikor is a Reláció című albumon dolgoztatok. Mit lehet erről tudni, mi inspirált téged ennek a megalkotásakor? Ez a Reláció, ez az idei új lemez, ez a 3. És a 3. szerintem egy előadó életében ezt látom másoknál is, és abszolút megtapasztaltam a jogosságát saját magamnál is, hogy ez egy ilyen nagy vízválasztó, mert az elsővel elmondjuk, hogy kik vagyunk. A másodiknál erre ráerősödünk, a harmadiknál meg valami meglepetésnek már kéne történnie. Legalábbis én olyan fajta zenész vagyok, hogy én nem szeretem ugyanazt a történetet játszani. Én szeretem magamat is meglepni, szeretem a közönséget is meglepni. Hát túl azon, hogy sokan azt jelezték vissza, hogy valahogy olyan felnőttesebb, kiegyensúlyozottabb az anyag. Szerintem vidámabb is, bár mondjuk hozzáteszem, hogy eddig sem volt baj az élet szeretetével. És most először zenekaros, eddig ugye akusztikus gitáros hegedű duóban működtem, és most először láttam elérkezettnek arra az időt, hogy zenekarozzak. És ez olyan érdekes, mert a professzionális szakmai életemben most először zenekarozom. Persze gimiben volt zenekar, a garázsban volt zenekar, de most először van az, hogy akkor a Petruska név az egy zenekaros produkciót hordoz magában. És jelenleg akkor így kikkel dolgozol együtt, és hogyan érzed magadat egy ilyen felállásban? Hiszen akkor ez most egy új közeg, mondhatjuk. Hát ez egy nagyon új közeg. A legnagyobb változás az, hogy eddig nagyon ledomináltam én a produkciót egy szál akusztikus gitárral, most pedig hátralépek, és hagyok másokat zenélni, és ez egy nagyon jó érzés, hogy mások képességei hozzátesznek, mások színei emelik ezt az egészet, és nagyon, nagyon jó, hogy én is tulajdonképpen egy ilyen hallgatója vagyok ezeknek a muzsikusoknak, aki egyébként Borbély Tamás gitárosból áll, Szabó Tamás billentyűsből és Egri Márton dobosból. Igen, ezen az új lemezen ugye 13 dal hallható majd. Mire törekedtetek ezeknek a megalkotásakor? Mi az, ami esetleg szempont volt? Arra, hogy jól érezzem magamat igazából, hogy tudjak valamit mondani, hogy legyen valami üzenetem, valami érvényes dolgot, ami nagyon, nagyon 2019-es. Figyelem a kortárs zenéket, figyelem a trendeket, nem feltétlenül az, hogy megfeleljek a trendeknek, hanem úgy kíváncsi. Ez olyan, mint hogyha ugye nagyon sok régi zenét hallgatok, a 60-as, 70-es évek az mindig is a fő inspirációforrásom volt, de
az olyan, mint egy nem aktuálisan beszélt nyelv. Ezért figyelem azt, hogy ma mi a nyelv, én magam hogy érzem ebben magamat, és ezek mindig nagyon érdekes történeteket hoznak össze. Tartalmilag ez a lemez azt az elmúlt 3 évemet öleli fel, ahol például a magánéletemben volt egy nagyon nagy váltás. Egy szerelem véget ért, és jött az újabb, és ezeket így 30 környékén átélni egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas tapasztalás, és közben annyi minden történik a világban, amiről lehet írni, és nekem ezen az albumon, ami így szembetűnő volt, vagy ilyen általános tanulság volt, hogy az élet úgy egyszerű, meg mi emberek egyszerűek vagyunk. Tehát, hogy eszünk, iszunk, alszunk, szeretve akarunk lenni, az elfogadást keressük, és ez vezérli a magánéletbeli tetteinket, és a nagy világbeli tetteinket is. Tehát nagyon sokszor a magánéleti események, azok így párhuzamba állíthatók mondjuk egy világszintű kérdéssel, és így egymás metaforái igazából a társadalmi jelenségek, vagy éppen a magánéleti tapasztalások. Talán ennek is köszönhető egyébként, ugye, hogy ezek a dalok most jóval energikusabbak lettek, mint amit esetleg eddig megszokhattunk tőled. De hogyan tekintesz az elmúlt esztendőre? Ugye lassan véget ér 2019, milyen évet tudhatsz magad mögött? Hú, ez egy tranzit év volt igazából, sok-sok váltás volt benne, sok-sok kihívás volt, például nekem volt egy egészségügyi problémám, egy inhüvelygyulladás lett a bal kezemben, ami hosszú hónapokra így a gitártól eltiltott, de közben meg pont ez volt a jó, hogy egy kicsit hátra tudtam lépni a hangszeremtől, ami tulajdonképpen egy eszköz, mert végülis azt gondolom, hogy elsősorban a zene az szívben, fejben születik meg, hogy mit akarok, hogyan akarom mondani, és mondani, az pedig az ének. És minden más ezt kiszolgálja, legalábbis ebben a műfajban. És nagyon érdekes volt azt megtapasztalni, hogy az a gitár, amit 20 éve szorongatok, az egy picit háttérbe szorul, és ez azt gondolom, hogy jót tett. Tehát, és az egész évre ez vonatkozik, hogy kellenek néha ezek a krízisek ahhoz, hogy lássuk a fától az erdőt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen tanulságos, nyugodt év volt, és kicsit egy ilyen, tényleg egy ilyen váltás, valamiféle megújulás felé, hogy a következő évtized fele. Hogyha már váltás, akkor itt egy kicsit eltérnék egy másik irányba, hogy ha jól tudom, akkor nemrégiben producerként is kipróbálhattad magad. Kovácsovics Fruzsinával működtél közre. Mit lehet erről tudni, és hogyan érezted magad egy másik szerepben? Fruzsi keresett meg nagyjából egy évvel ezelőtt, hogy nagyon szereti azt, ahogyan szólnak a lemezeim, ahogyan hangszerelem a dalaimat, és hát azt szerette volna, hogy az ővé is szóljon így, és nagyon el tudta volna képzelni abban a gyereklemez világban ezt a fajta világ, ezt a hangzásvilágot. És hát én nagyon örültem ennek a felkérésnek, mert ugye most egy lemezen dolgoztam nagyjából tavaly, ugye tavasszal jelent meg ez a Reláció. És nagyon sokszor kérdezik, hogy melyik részét szeretem, a stúdiót, vagy az írást, vagy pedig a koncertezést, és igazából amikor stúdióban vagyok és írok, akkor azt, amikor koncertezem, akkor azt, de az is való igaz, hogy elgondolkodtam azon, hogy azért én sem fiatalabb leszek már, és nem biztos, hogy abból szeretnék élni, hogy állandóan úton vagyok, és sok száz kilométert utazom hétvégénként, ez nagyon fárasztó, viszont a zene annyiféleképpen lehet jelen az ember életében, és gondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen valamiféle utód gondozással szívesen foglalkoznék, és a pedagógia azt gondolom, hogy ez nem egy olyan dolog, amihez nekem van érzékenységem, de például a produceri szerep, ami valahol egy ilyen mentor szerep, az nagyon tetszik, és nagyon jól éreztem magamat. Ugye a dalokra sokszor azt mondja az elész, hogy mint a gyerekei lennének. Hát én ezt úgy tudom kifejezni, hogy most én egy ilyen habókos nagybácsi lettem, akinek kölcsön adta Fruzsi a gyerekeit, hogy vigyázzak rájuk, és valamilyen módon hatottam az ő életükre. És ez egy nagyon hálás szerep, amikor így rám bízzák, és nagyon jó játék, nagyon izgalmas, ugyanolyan kreatív feladat egyébként. Akkor az is lehet, hogy a későbbiekben akár mint producer is kipróbálod majd magadat? Én nagyon szívesen dolgoznék így, igen. Van egyébként bármilyen elgondolás a jövő évet illetően már benned, hogy mi az, amivel kimondottan szeretnél foglalkozni, vagy erre még annyira nem gondoltál? Az az igazság, hogy a jövő évben
Azért szeretném azt megerősíteni, amit eddig építettünk. Tehát ez a lemez most lassan egy éve jelent meg, de ahogyan a magyar zene ipar sokszor szokott működni, kell egy év, mire úgy mindenhova eljut a híre, mire mindenkinek leesik, és ezen van mit dolgoznunk. Például a lemezbemutató turné rengeteg város nem érintettünk még. Tehát van hova menni, és igazából három lemez itt van mögöttem, van egy fantasztikus zenekar, úgyhogy igazából még jobban összeszokni, még jobban megerősíteni ezt, ki tudja, még egy-két dalhoz lehet, hogy készül klip, és így tovább. Idén még lesz egy kimondottan nagy koncertetek, a Karácsonyi Ének című előadás, ugye december 23-án, és előtte itt Rákosmentén december 22-én koncertezel majd. Ebből a Karácsonyi Énekből kaphat-e Rákosmente karácsonyi ízelítőt? Abszolút kaphat. Ez a Budapesten belvárosban lesz a Triphajón, ez a nagy, általad nagy koncertnek nevezett karácsonyi koncert. Ez mondhatni, hogy ez már szokásos ilyen évvégi, sőt évtizedvégi koncert. Azért kapta a Karácsonyi Ének címet némi Dickens-i parafrázissal, az én az nagybetű el van írva, mert elgondolkodtam azon, hogy annyiféleképpen ünnepeljük ezt a karácsonyt. Bennem a vezetőérzés az mindig az a ugyanaz a gyerek vagyok karácsony előtt, mint voltam, hogy várom a csodát, a színek, a fények teljesen elvarázsolnak. Ugyanakkor meg egy felnőtt ember is vagyok, aki rohan maga után, rohan az ajándékok után, és elfoglalt vagyok, és alig várom már, hogy vége legyen az évnek, és ez egy ilyen nagyon izgalmas, hogy ez a kettő így összecsap. Persze mindig jó a vége, mindig valahogy megérkezem karácsonyra, és megtalálom a békémet, viszont ez zeneileg ez egy nagyon izgalmas párbeszédre adhatok ott. Tényleg a cuki karácsonyi dalok mellett azért megfér egy-két morgósabb is, mondjuk a Grinchnek. A Grinch és az Angyalka együtt jelen lesz a színpadon, ezt tudom megígérni. És Rákosmente ebből bizony kaphat ízelítőt. Örülök nagyon neki, hogy most már sokadik alkalommal, szerintem negyedik vagy ötödik alkalommal vagyunk itt Rákosmentén a főtéren. És hát az idei az nagyon különleges lesz itt számomra, mert... Milyen szempontból? Ez most nem zenekaros lesz itt, hanem mondhatni, hogy a szokásos, régi formáció éled itt újra. Ugye én nagyon hosszú éveket turnéztem együtt Temesvári Bencével, 5-6 évet húztunk le együtt. Ez volt az első olyan év, amikor már nem. Amikor már kicsit úgy sok lett így az út. És... kinek a producerség, kinek a sörház, amiről Bence mostanában híres itt a környéken, és hát nagyon örülök neki, hogy most itt kifejezetten az ő otthonában tudunk együtt játszani, hogy ez egyszerre lesz egy nosztalgia, egyszerre lesz egy nagy egymásra csodálkozás, hogy kivel mi történt az elmúlt egy évben, és ezek a színpadról szerintem mindig nagyon lejönnek a közönség számára, tehát nagyon tetszik, hogy most nem egy rutinos műsorral állunk ki, hanem tényleg egy ilyen a viszontlátás öröme lesz. Úgyhogy remélem, hogy rákosmentiekkel is a viszontlátás örömét éljük meg 22-én. 22-én így van. Kívánok akkor egy nagyon jó koncertet nektek, és neked pedig minden jót a továbbiakra és a jövő esztendőre is, és köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm szépen. Vendégem a következőkben Buda Gábor, az Alma együttes alapítója lesz. Visszatekintünk többek között a 23 évvel ezelőtti kezdetekre. Említést teszünk a közelmúltban lezajlott tagcserékről, illetve a formáció Rákoskeresztúra elhozott dalairól is. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Buda Gábort, az Alma együttes alapítóját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és örömmel jöttem. Mielőtt rátérnénk az adventi rákosmenti fellépésükre, arra kérném, hogy idézzük egy kicsit a múltat, hiszen 23 év eltelt azóta, mióta ön az Alma együttest megalapította. Hát elmondhatjuk, hogy felnőtt egy generáció. Sőt, ki emlékszik már arra 23 év távlatán. Emlékszik egyébként a kezdetekre, hogyha jól tudom, akkor ugye nem kimondottan gyermekzenekarként kezdték, aztán hát a célközönség pedig mégis a legkisebb korosztály lett. Igen, úgy szoktam mondani, hogy a gyerekek választották az Alma együttest, amely egy kis költői túlzás, de akár igaz is lehet.
abban az értelemben, hogy valóban a saját korosztályunknak, gimnazistáknak, főiskolásoknak, egyetemistáknak, tehát ugye amikor én gimnazista voltam, tehát mi úgy gondoltuk, hogy majd klasszikus és kortárs költők megzenésített versét, énekelt verseket játszunk majd a Kaláka nyomdokain, és aztán ez el is indult, és nagyon szépen alakult, a Virányosi Közösségi Ház és környéke volt tulajdonképpen a bölcsönk, úgymond, tehát azon a környéken játszottunk. Egészen pontosan a Virányosi Közösségi Házban voltak a klubestjeink, és ezek nagyon-nagyon szép irodalmi klubestek voltak, mindig volt egy meghívott vendégünk, egy ismert vagy kevésbé ismert költő, író, színész, zenész, tehát rengetegen voltak a vendégeink, és ezek olyan szépen indult, beindult az Alma, amikor is szerencsétlenségünkre vagy szerencsénkre meghívtak minket egy gyerektáborba, és ott pecsételődött meg a sorsunk, tehát ott dőlt el az, hogy valójában ez egy nagyon-nagyon klassz dolog gyerekeknek zenén, csodálatos élmény, hogy valamilyen, talán most már így 23 év távlatából nem nagy képviség kijelent, hogy valamilyen érzékem is van ahhoz, hogy a gyerekekkel hogy kommunikáljak, hogy kössem le a figyelmüket, hogy zenéljünk neki, zenéljek neki. Viszont elmondhatjuk, hogy az önök működése is nagyon sikeresen zajlott az elmúlt 23 esztendőben, ami mindmáig töretlen, mind a gyermekek és mind talán már a szülők részéről, akik ez idő alatt föl is nőttek. De hogy az elmúlt időszakban, ugye 2018-ra gondolok, volt egy kis változás, hiszen Berkesi Alexszal, Ránki Andrással és Erkel Gyulával dolgozik az elmúlt másfél-két esztendőben együtt. Milyen a közös munka, és hogyan érzik magukat így ebben az új felállásban? Na most ilyen típusú törés, vagy ilyen típusú váltás, inkább így fogalmazunk szebben talán, ilyen volt több az Alma életében, tehát nem ez volt az első és az egyetlen, hiszen én amikor alapítottam az Almát, akkor teljesen más tagokkal kezdtem el, mint aztán később. Sok-sok éven keresztül, ahogy folyamatosan vettem fel a zenész kollégáimat, ővelük folytattam egy hosszú időszakot, és most ugye a legújabb, tehát ez a valóban ez az egy évvel ezelőtti időszak. Hát azóta hárman maradtunk, tehát Erkel Gyula barátunk végül nem tartott velünk ezen az úton, de nagyon jól érzem magam benne. Nagyon mozgalmas évet tudhatnak maguk mögött, és hogyha jól tudom, akkor jövőre is több száz fellépés vár önökre. Rengeteg. De ragadjunk ki egyet december 22-én itt Advent Rákosmentén programsorozat keretében. A rákosmenti gyermekeket fogják szórakoztatni. Mivel készülnek, és mi várható majd? Hogyha jól tudom, akkor szerintem interaktív lesz ez a produkció. Hát igen, bár én ezt a szót már picit olyan nehezen mondom ki. A koncertjénk azok mindig egy közösségi élményt jelentenek. Természetesen nyilván családi produkcióról van szó, abban az értelemben is, hogy nem csak a gyerekekhez szólunk, hanem a szüleikhez is szólunk, akik eljönnek. Tehát mi igyekszünk mindenkit jól szórakoztatni, és igyekszünk természetesen mindenkit a megszólítással és minden egyébben bevonni ebbe a produkcióba. Azért nyilván ez elsősorban egy koncert, és nem pedig egy zenés játék, vagy egy táncház. Tehát ez továbbra is az Alma Együttesnek a koncertje. Ilyen értelemben nem megyek le, és nem kezdek ezen is foglalkoztatást tartani a gyerekekkel. Azt rábízom nálam nagyszerűbb, és ehhez jobban értő, szakmailag magas színvonalon működő emberekre, akik ehhez nagyon értenek. Mi koncertet adunk, mi nyilván a dalokba amennyire lehet bevonjuk a gyerekeket és a szülőket, megpróbálunk nagyon felhőtlenül és jól szórakoztatni mindenkit. Erre a koncertre, a 22-i koncertre pedig, hát aktualizáltuk nyilvánvalóan ilyenkor télen, mindig aktuális műsorral jövünk, úgyhogy a táncolatélapot, tehát azok a dalok, amiket régebben írtam, és nagy slágerek voltak, ugye a táncolatélapó, vannak új dalaink, a Mindenhol télapó van, azt Berkesi Alex barátom írta, úgyhogy azt is elhozzuk, hozzuk a karácsonyi dalokat, tehát még a télapóból még azért Mikulásra még visszautalunk, hiszen az egy nagy szemtelenség volna, hogy csak azon az egy napon, amikor megérkezik a Mikulás, csak akkor játszunk, tehát még eljátsszuk ezen a koncerten ezeket a télapos dalokat, vagy mikulásos dalokat, pontosan azért, hogy ezt hallják tőlünk élőben a gyerekek és a szüleik, ne
mert csak a videoklipet tudják megnézni a közösségi portálon, de vannak ugye új dalaink, van egy nagyon cuki babaváró dalunk, egy ilyen Baby Boom az a címe, nagyon aranyos, szerintem arra majd nem sokára készül egy remélem, hogy cuki klip, ami nagyon jó pofa lesz. Akkor hozzuk a Tavasz Nyár Ősztél című legújabb klipünket és dalunkat, akkor húha, atyaisten, hát rengeteg új dalunk született, ezeknek egyébként a többségére, vagy a többségéhez készítettünk klippet is, tehát aki fölmegy a közösségi videó megosztó oldalra, a legnagyobbra, ugye ott megtudják, hogy ott nyílt lapokkal, nyitott könyv az életünk. Tudnak egy kicsit tehát készülni, hogy mi van. Persze, várhat. De azért van egy-két olyan dal, amelyet nyilván, amíg ez még nem készült klip, de a koncerteken már természetesen játsszuk egy ideje. Ezeket is eljátsszuk, illetve mindenféle olyan egyéb dalok is megszólalnak, amelyeket, hogyha nem játszanánk, akkor lincs hangulat alakulna ki. Tehát ezek a kötelező általam írt. Hát a klasszikus dalok, amelyeket írtam, ugye Ma van a szüli napom, a Bogyó és Babóca nyilvánvalóan, hiszen az az egyik, akár sokan mondják, azt hiszik, hogy a Ma van a szüli napom a legsikeresebb dalom. Olyan értelemben igen, az a legsikeresebb dalom, hogy talán azt a legismertebb, igen, meg kilépett a gyerek piacról, és igen, a felnőttek is bulikon, meg mit tudom én, hallgatják, de valójában a Bogyó és Babóca ugye a főcímdal, ez az a dal, aminek egyszer így óvatos, így megpróbáltam összeszámolni, mégis mekkora nézettség, és valami 110 milliónál. Egyébként egyszer érdekességből megszámoltam, hogy az általam írt dalok körülbelül hol tartanak, és 275 millió letöltés jött. A lényeg, hogy azért ezek nagy elismerések és nagy dolgok, és ha az ember nem csak saját dalt visz, mert van olyan dal, amelyik 23 éve cipelek keresztként a hátamon, a Nádaházam tetejére gondolok, amelyet szerintem az Alma Együttes miatt ismert meg, vagy lett úgy népszerű, hogy ezzel a mutogatással, mert 23 évvel ezelőtt nyilván mi is tanultuk azt, tehát nem én találtam ki, nem én írtam, és nem én találtam ki ezt a mutogatást. Szerintem a Stampai Komesz Andris barátom, alapító tag, ő mutathatta ezt a nótát akkor nekünk, de mi emeltük be a koncertbe, és azóta ezzel totál megfertőztük az országot, tehát borzasztó. Úgyhogy azt is kötelező játszani. Szóval ezeket muszáj, és ezeket nem hagyhatjuk ki. Természetesen ez olyan, mintha a Sting koncertre elmegy az ember, és akkor nem hallja a Fragile-t. Hát akkor a Stinget megdobálják, tehát ilyen nincs. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy egy nagyon tartalmas koncerttel készülnek ide. Nagyon pörgetjük, sok dalt fogunk játszani, úgyhogy hát remélem, hogy mindenki szereti majd, aki eljön. Kívánok akkor önöknek kellemes köszönöm koncertet, és minden jót a továbbiakra. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, nagyon szépen. Mai adásunk ezzel véget ért, jövő héten azonban újabb témákkal várom önöket itt a Kaleidoszkópban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!